Itt még mindenki elégedett volt, majd jött a hideg A Magyar Orvosi Kamara vezetőit egy szombati napon fogadta a hivatalában a miniszterelnök, hogy egyeztessenek az orvosbérekről. Két nappal később kiderült, hogy a magas fizetéseknek ára van. Ráadásul a törvényben szereplő szigorítások nem csak az orvosokat érintik, hanem minden egészségügyi dolgozót. Kérem. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el a törvényt, az érdekvédelmi szervezetek pedig azonnal tiltakozni kezdtek. Elsősorban a másodállások korlátozása és az áthelyezhetőség miatt. Az utóbbival kapcsolatban a jogszabály azt mondja ki, hogy a munkahelyükről akár két évre is átirányíthatják máshová dolgozókat. Ez egy áldó fenyegetettséget jelent, egy áldó stressz, az egyébként is folyamatosan stressznek itt orvosoknak, illetve hát a dolgozókat is említsük meg itt. Ezt még múlt szombaton mondta híradónknak az Orvosi Kamara Budapesti Szervezetének az elnöke. Azóta a kamara kompromisszumos javaslatokat fogalmazott meg a kormánynak. A többi között egészségügyi veszélyhelyzetben száz munkanapban maximálnák évente az áthelyezhetőséget, egyébként pedig legfeljebb 44 napot tartanának elfogadhatónak. Szeretnék, ha lenne úgynevezett védett csoport is, például a gyermeküket egyedül nevelők, akiket egyáltalán nem lehetne áthelyezni. A Magyar Orvosok Szakszervezete pedig nevezet akciószövetségre Szövetségre lépett más egészségügyi érdekvédelmi szervezetekkel, és rendszer elhagyási szándéknyilatkozatok gyűjtésébe kezdtek. Ez egy olyan aláírásgyűjtés, ami lehetőséget biztosít az egészségügyi dolgozók számára, hogy kifejezzék abbeli szándékokat, hogy amennyiben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény jelenlegi formájában, azaz a szükséges változtatások nélkül lép hatályba, úgy ezek a dolgozók január 1 ével nem lépnek át ebbe az új jogviszonyba. Korábban a szakdolgozói kamara online felmérést készített. A válaszadók csak nem harmada úgy nyilatkozott, hogy nem akar szolgálati jogviszonyt, inkább elhagyja az állami egészségügyet. Egy másik online felmérésben pedig a budapesti orvosok 20%-a mondta azt, hogy nem írná alá az új törvény szerinti munkaszerződést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ma azt közölte híradónkkal, hogy nyitottak az orvosok észrevételeire.